Mátyás király és a szakállas asszony. Galeotto Márció, Mátyás király hírneves olasz történetírója, sok mindent lejegyzett urának mondásai közül. Az egyik ilyen volt, mikor is a király azt mondta: Három dolgot nem szeretek a világon: a szakállas asszonyt, a kétszer főzött levest, meg a megbékélt barátot. Galeotto a mondás értelmét is megírta. Azért nem szerette a király a asszonyt, mert abban mindig van valami férfiúság, ami erőszakossággá válhat. Azért nem szerette a kétszer főzött levest, mert az a sok főzés közben elveszti az ízét. A megbékélt barátot pedig azért nem, mert ha egy barát egyszer már ellenséggé vált, hiába békülünk meg vele újra, soha többé nem tudunk már benne annyira megbízni, mint annak előtte. Nem hiába volt bölcs király Mátyás király. Ezen mondása is bölcs, melynek igazát nap mint nap az élet bizonyítja.